Több mint 60-an álltak rajthoz a másodjára megszervezett Hargita Hill Climb Challenge autóversenyen. Az országos bajnokság futamaként is jegyzett hegyi versenyt idén is a brassói Oktávián Csovika nyerte meg. Versenyautóktól volt hangos hétvégén a Hargita. A Rittner Béla emlékverseny nevet is viselő futam, egyben az országos bajnokság része is. A verseny díjazását idén a csíkszeredai szabadságtéren felállított színpadon tartották. A több kategóriában rangsorolt versenyzők sorra vonultak a színpadra. Harmadik győzelmem az idei bajnokságban, és nagyon boldog vagyok. Büszke is, mert sikerült a sikerlistámat egy újabb King of the Hill kupával gyarapítani. A Hegy királya cím nyertese 500 eurós pénzjutalomban is részesült. Kiválóan érzem magam, nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a csodálatos városban. A pálya kiváló volt, a szervezés pedig tökéletes. A főszervező az AT Motorsport elnöke, reméli, hogy a verseny egyre színvonalasabb lesz. A célhoz közeledünk lassan, hogy valamikor egy pár év múlva egy európai futam legyen itt a Hargita megyében, főleg Csíkszereda mellett, és gondolom, hogy évtől évre jobbak leszünk. A megmérettetés szervezői idén kiemelten figyeltek a szurkolókra, ingyenes autóbuszokat szerveztek a helyszínre, de az érdeklődők a tolvajos tetőn, óriás kivetítőn is követhették a rallit.